Sziasztok! Itt Budaenőre jelentkezünk, dr. Miles Sándor most egy top 10 találkozót tartott, ami azt jelenti, hogy a top 10 legjobb non-menedzseri pontszámmal rendelkező forradalmi üzleti partner és a top 10 totál globál, vagyis igen, totál ponttal rendelkező üzleti partner. Elképesztő inspiráló volt, egy igazi brainstorming, egy olyan környezetet biztosít számunkra Sándor, ahol egymástól tanulhatunk, egymástól inspirálódhatunk és feltöltődünk, és megosztjuk egymással a gondolatainkat, az ötleteinket. Nagyon-nagyon jó hatással volt ránk, és azt tudom mondani, hogy Sándor is, hogy hajrá újra egész Forever Magyarország, ugyanis gyönyörű vízió van Sándornak a fejében, és azt akkor tudjuk valóra váltani, ha mi mindannyian összefogunk. Egy nagyon jó találkozó van mögöttünk, ami megint csak bebizonyította, hogy mennyire fontos és szükséges az, hogy élőben, fizikálisan tudjunk találkozni egymással újra, és végre ennek itt a tere és lehetősége. És hamarosan itt a következő alkalom a sikernap, ami egy nagyon-nagyon neves alkalommal egybefonódva a 25. sikernap, vagy születésnappal együtt fog bekövetkezni majd a májusi hónapban, de előtte még elutazunk Abu Dhabiba, még előtte van egy világtalálkozó, úgyhogy egy egészen mozgalmas hónap áll előttünk, és ehhez most megkaptuk itt a töltődést, az inspirációt, és végre találkozhattunk olyanokkal, és akikkel már régen találkoztunk, és ettől repes a szívem. És arra inspirálunk titeket, hogy legyetek ti is a topok között, a legjobbak között. Azt tapasztal, a legjobbak között milyen jó. Itt lenni, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Forever TV-be, és valóban egy zseniális, fantasztikus napon vagyunk túl, itt ezen a top 10-es találkozón, és azt kívánom nektek, hogy mivel egy évben 4 alkalommal fogja megrendezni a világ legjobb országigazgatója, dr. Miles Sándor ezt a találkozót, hogy a következő top 10-es találkozóban 4 hónap múlva, akár a non-menedzserivel, akár a totális pontok értékével, ti is itt legyetek, várunk titeket! Yeah!